Szerelmem, Magyar Katalin. Nem felejtem el ezt a nevet. Olyan természetes és egyszerű, hogy elsőre fel sem fogtam. Milyen Katalin? Kérdeztem. Magyar. Magyar Katalin. Mondta, mosolygott, és a combomnál szorítókötést rakott a hajlatba. Szégyeltem is magam. Fiatal és szép lány, de nem tudtam megmozdulni. A repesz becsapódása után csak zsibbadást éreztem, majd fájdalmat, majd az sem. Csak néztem. Néztem ezt a fiatal és szép lányt, ahogy a legtermészetesebb módon teszi a dolgát. Nem mozogjon, így nem tudom rendesen elkötni. De miért kell elkötni? Hogy ne veszítsen több vért. Miért magázódunk? Te sem lehetsz több 16-nál. Nincs időm ilyesmire. Kérem, maradjon nyugodtan. Van itt nem messze egy pince. Ott az orvos is. Na jöjjön, kapaszkodjon belé. Fáj még? Zsibbad. Az a jó, akkor elég erős a kötés. Támaszkodjak magára? De el se bír. Most azt teszi, amit mondok. Ne kötözködjön. Ott a falnál volt egy másik fiú. Menjünk vissza érte. Tudom. Rajta már nem segíthettem. Jöjjön, sietnünk kell. Mert ugye milyen érdekes ez a forradalmi szent zene? Gyásszal, vérrel. És az élők fegyverrel a kézben tankra hágnak meghalni merészen. Talán még nevetné is a világ szegény magyaron, hogy így kivágja a legszebb forradalmi árját. Ne segíts! Tudok inni magamtól is! Azért van itt még mindig a víz! Megvan még az egész! Majd iszok, ha akarok! Megmondta a doktor úr, sokat kell innod, gyerünk! Ne akart, hogy erőszakot alkalmazunk rajtad! Kinyitni a szádat, világos? Hé! Én postás vagyok! Velem nem lehet itt beszélni! Itt meg a vizet, ha az orvos azt mondta. Te törődj a magad dolgával! Különben is gyanús vagy te nekem! Nagyon gyanús! Ha nem iszod ezt meg, akkor meghalsz! Na és? Az én dolgom! Ki vagy száradva, nem érted? Mi közöttök hozzá? Jöjjön! Segítek! Tud járni? Vagy jobb már? Nem. Üljön le ide! Clotilde, gyere segíts, nézd meg! Tettem rá szorítókötést, de lehet, hogy nem kell. Mi az, kisfiú? Megsérültél a menekülésben? Én köszöntem volna, hogyha nem lennél ilyen bunkó. Hé, lassabban! Mi az? Még nem itta meg a vizet? 3 litert kell meginni, a megmondta az orvos. Majd megiszom, ha akarom. És ne magázz, mert ideges. Fogjátok le! Itt meg! Elég legyen, elegem van ebből az egészből! Visszamegyek az utcára arcolni, nekem ott a helyem! Nincs is több víz, mert már kell másoknak is. Maga hogy van? Köszönöm, a doktor úr adott fájdalomcsillapítót, azóta jobban. Nincs időm erre az egészre, itt hagylak titeket! Menjen, tessék, menjen, menjen! 4 tankot intéztem el! 4-et! Értitek? Fölfogjátok? Ki látta? Te ne szórakozz vele! Este jön a teherautó, akkor elviszük magukat innen. Addig bírják ki. Gyertek, lányok! Két utcával arrébb hagytam 2 sebesültet. Őket is ide hozzuk. Nem, itt már nincs hely! 4 tankot? Az nem semmi. Nem hiszel el? Hogy csináltad? Na figyelj! Benzines palacka. Bedobtam rájuk és bent égtek mind. És te? Én nem harcoltam. Én csak feljöttem Pestre. Látni akartam a forradalmat. Csak látni? Megszöktem otthonról. Szüleim sem tudják. És te? Én a Calvin térnél voltam. Éppen találat érte a villamost. Persze. Hát hogyne, csak utazott. Mellettem halt meg egy idős házas pár. Imádkoztam értük. Az itt nem divat. Hazudsz. Nem imádkozik itt senki.
De igen, mi falun imádkozunk. Szóval parasz gyerek vagy. Hát látom kellett volna, rád van írva. Pap leszek, teológiát tanulok. A Calvin téren? A Calvin téren én is voltam, nagy volt az űrzavar. Valaki neki irányított egy villamost, egy orosz harckocsinak. Ott haltak meg mellettem. Két öreg. Egymás kezét fogták. Házastársak lehettek. A villamos vezetője is megsebesült, ő kijött a fülkéjéből és elfutott. Haza, haza! Azt mondta, hazamegyek. Kapott egy lövést. Aztán nem mozdult. De valaki neki vezette azt a villamost. Hát te voltál! Nem nagy kunszt. Láttam, hogy csinálják. Csak meg kell tekerni a kart, és elindul az magától. Micsoda? Te voltál? Tényleg? Nem gondolkodtam. Csak megtekertem a kart, és leugrottam. A villamos meg neki ment a harckocsinak. Hatalmas robbanás volt, tudod? De imádkoztam értük. Kiért? Kiért imádkoztál? Az ellenségért? Az emberekért. Öltem. Nekik irányítottam a villamost. Miféle pap lehetek én ezután? Klassz! Nem. Gyilkos vagyok. Megyünk. Valami láthatatlan áramlás szívünket befutja. Megyünk. Akadozva száll még az én. Valami láthatatlan áramlás szívünket befutja. Piros akadozva a száll még az ének. Munkások, de már milyen a Pesti utca? Piros a vér a Pesti utcán. Belügyminiszter, kirelövés. Munkások, ifjak vére. Piros a vér a Pesti utcán. Piros a vér a Pesti utcán. Belügyminiszter, kirelövés. Mossa a vért. Piros a vér a Pesti utcán. Eső esik. A három színvonalú mellé tegyetek három esküvést. Mossa a vért, de megmaradnak a Pesti utca kövein. A három szín lobogók mellé tegyetek három esküvést. A fogadalmat. Sírásból egyek tiszta könnyet. És a zsarnokság gyűlöletét, és fogadalmat. Úgy született a szabadság. Te kicsi ország, el ne felejtse a kutyát. Úgy született a szabadság, hogy a Pesti utcán húlt a vér. Óvatosan! Hozzátok! Vigyázva! Csináljatok helyet! Megtessék le! Megtessék le valahova! Hagyjatok a bármát! Mi történt? Tüdőlövés! Magukról vannak! Négy tankot lőttem ki, hogy lennék? Persze, hogy jól vagyok, na nah. Tudok segíteni? Kellene egy kocsit szerezni, de sajnos az oroszok lövettek minden teherautót, még a mentőautókat is. Doktor, ismerem ezt a lányt. Kérem, tegyen meg érte mindent. Mindent megteszek, nyugodjon meg. Mennyi srác? Még sohasem volt körülöttem ennyi srác. Képzeld, négy tankot intéztem el, minden rendben lesz. Mi a neved? Számít ez? Igen, számít. Nevünk van, akik még élünk. Ő Ádám, ő Pali, én meg István. Eszter vagyok. De azt hiszem már nem sokáig. Ne beszéljen. Ne beszélj, Eszter. Elmegyek, szerzek egy autót. Vigyázzanak rá, jövök vissza. Pati, te vagy az? Ti is megsebesültetek? Hát láthatod. Én pap leszek, ha minden igaz. Teológiát tanulok. Amikor meglőttek, egy pillanatra láttam az Istent. Elhiszed? El. Mindannyian látjuk őt a bajban, és az örömben. Azért van ő nekünk, hogy az ilyen pillanatokban átöleljen bennünket. Szépen beszélsz. Te biztosan jó pap leszel. Megtörlöm a homlokod. Menjenek hátrébb, nem kap levegőt. Eszter, Eszter, nyisd ki a szemed, hallod? Ne hagyd el magad. Nyisd ki, nézd rám. Kati, nem gondoltam volna. A suliban nem szerettünk, ugye tudod? Ez nem számít. Jaj, most te vagy a legklasszabb csaj. Szereztem egy kenyeres kocsit! Elvisd bennünket a kórházig! Óvatosan! Lilla, gyorsan, óvatosan! Segítsenek neki! Menjünk! Katalin, maga maradjon itt! Vigyázzon a fiúkra! Rendben, de hagyjon még itt! Kötszert meg fájdalomcsillapítót, hát ha hoznak új sebesültet! Jövök vissza! Tessék! Rendben! Maguknak aludjanak meg, pihenjenek! Ez most parancs!
Hallod? Elhallgattak a fegyverek. Akár el is mehetsz, a sántikába is, vagy ahogy gondolod. Nem tudok elmenni most éjjel, mert megszöktem otthonról, de talán majd reggel. A faludból, igaz? És miért szökte meg? Költő akarok lenni. Ezért jöttél el? Igen, itt akartam lenni, amikor ez a forradalom folyik. A költőknek ott kell lenni, ahol lőnek? Nem. Ott, ahol veszélyben van valami, amit fontosnak érez. Amit megírhat. És mi az? Hát ezt. De most már vége, érzem. Minden tele van magyar katonákkal is. És halottakkal. Most már vége van, érzem. És te miért csinálod? Hogy miért próbálok segíteni? Hát, mert nekem ez a fontos. Én mindig is orvosiba akartam járni. Orvos akartam lenni, gyerekorvos. Biztosan sikerülni fog. Hogy miért csinálom? Hát azért, amiért te feljöttél a faludból, költő. Vagy ki tudja. Lehet, hogy Muki miatt. Ez kicsoda? A kis Endrei Árpád, akit Muki néven ismert az egész város. Csíntalanabb, vásottabb, elszántabb kis kölyök volt, mint a Pál utcai fiúk összes ráca együtt véve. Sűrű kötésű, kékszemű kis magyar volt. Neki volt a kerületben a legjobb gombfoci csapata. Ha csak 5 percig figyelt volna egy tanórán belül, akkor ő kitűnő tanuló lehetett volna, de folyton bukásra állt, mert sosem figyelt oda. Aztán a forradalmi nagyhét szerdáján megfúrta egy hernyótalpú tartályát. Aztán becsület szóra csak egy órára elment mégis körülnézni. Még tömpe kis hüvelykujjával visszaintett az anyjának az ablakba, hogy egy óra múlva visszajövök. Mikor a Magyar utcában egy golyószúró leterítette. Még meg tudta mondani nevét, címét, telefonszámokat. Még egy fél napig élt. Azt üzente, bocsánatot kér anyutól, aputól, amiért ellógott. Sípcsontja kifordult, tüdejét, máját, golyójárta át. Csodálkozva kérdezte, hogy nem vakul-e, mert nem lát. Aztán énekelt. Hangja már töredezett volt. Utoljára azt kérte, hogy fordítsuk át a másik oldalára, mert emerről nem jön belőle a hang. Ugye, ez csak álmodom, néni? Kérdezte. Apja kézi szekére most húzza az ebédlőasztalból készült koporsót, hogy külön helyre temesse el. De Mukit nem kell külön helyre eltemetni. Ő itt van eltemetve bennünk. Itt, belül. Kiontott véreim, támadó tűz voltunk, hűs halottak lettünk. Hajnalló hitünkről fegyvert fogó kézzel tanúságot tettünk. Gyermeki karunkba ereje gyülem lett forró férfikornak. Csillagos oldalú tűzokádó tankok felnőtté tiportak. Golyóverte testünk lankadó lankái holt anyaggá hűltek. Gránátot markoló, kimarjult karjaink jégé merevülnek. Sebeink nyitottak. Nyírkos köbön fekszünk. Most már nem veszekszünk. Égő, túlvilági benzines palackok lángjánál melegszünk. Szereztem még egy kocsit! Eszter! Túléli! Na most mondjon valamit, kispa! Hamarosan visszajövök. Várjatok rám! Magával megyek! Nem. Épp eléget tettél már. Maradj itt, vigyázz a fiúkra! De nekem az utcán a helyem, egyre több a sebe, sőt maga is tudja! Vannak hivatásos ápolónők, gyerekekre nincs szükségük! Nem vagyok gyerek, azonnal vonja ezt vissza! A lányom pontosan ekkora, mint te! Nem érdekel, ennek a forradalomnak mindenkire szüksége van, a gyerekekre is! Nem, gyerekekre nincs! Miért? Kik harcolnak a Corvin közben? Kik harcolnak Budakeszin és máshol? A felnőttek? Igen, csak a felnőttek! Nem, itt maradsz! És ha megpróbálsz utánam jönni, esküszöm, hogy hazavitetlek! Magával megyek! Nem! Uram, szánd meg gyalázatunkat!
S emlékezzél meg, hogy kezed mély-mélyen vert. Nézd, mint a holtak némák vagyunk, s az újkorok eszméi közt, mint vándorok táncolunk most. A házainkba idegen él, és örökünk másokra száll. Anyáink, mint a sír szélén álló özvegyek, egymásnak gyónnak. Elfáradtunk. Ó, nem maradt már számunkra csak a könny. S add, hogy a szód ígéretében élhessünk újra mink, neked tetsző testvérünk életet. Most, hogy néma egeken feketélik a hold. Most, hogy a nap csak gyilkol. Most, hogy alszik a derék emberek buta világa, s csak a gonosz éber. Most, hogy naponta, s talán óránként szállnak fel hozzád megkínzott golyóktól átrosált lelkek. Most, hogy az ifjú halottak mezein hirtelen megsokasult a magyar szó. Elnémulunk, atyánk, s hozzád könyörgünk. Te, a minden és semmi ura, gondolj velünk. Amen. István! 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 Ki ez? István! István! Ki maga? Azonnal menjen ki! Dehogy megyek! Ülj vissza, kislány! Nem keresnek téged már a homokozóban? Ez itt a Forradalmi Szövetség kórháza, és ne szólítson kislányat! Kórház! Ez! Beverjen a pofánat, habbe! Mi van itt az egész nagy csoport? Te épp felállok, de akkor nagyon megjárom! Hagyjad! Ez a bátyám, Jani. István! Gyere! Ez egy állati klassz helyszín, itt is fényképeket kell csinálnom! A bátyám fotóriporter. Akar lenni. Semmi keresni valója, itt azonnal tűnjön el! Dehogy tűnök! Kórház a pincében! Hát ez egy állati klassz téma! Azonnal tűnjön el! Nem fogok eltűnni, kislány. Mondjuk megkérdezhette volna, hogy van a bátyja. Tényleg? Hagyd meg, István! Micsoda egy patkány a bátyát, az ennyi volna már rég megtanítottam volna a tisztességre! Ez az! Most jó, most, hogy ilyen ideges vagy, most végre lefényképezhetek! Meg ne próbáld! Miért utána majd mutogathatnád az unokáidnak, hogy te mekkora forradalmár voltál? Most már elég, tűnjön már el! Állítsd le a barátnődet, jó? Figyelj! Úgy kivágunk innen, hogy összerakó játék leszel a járdán, világos? Kezdjünk hozzá! Ez az, ehhez áll a forradalmi hangulat! Micsoda forradalmi kislányok! Gyertek, gyertek! Álljatok itt meg, csak én közben levesz! Gyuri, hagyd abba, állj le! És takarodj már el innen! No csak! A barátnődöcsük! Barátnőre akadta! Menj és készíts fényképeket máshol! Nagy hősök! Itt lent a pincében! Én végig fényképeztem ezt az egész háborút, ezt a forradalmat. A legnagyobb veszélyeknek voltam kitéve. Folyamatosan lőttek rám. Hogy mertek ti taknyosok nekem esni? Tudjátok, hogy milyen képek vannak itt? Amint vége lesz ennek az egésznek, mindenki ezeket fogja bámulni. Clotilde, elkapjuk? Még ne. Engem ne fényképezhet, ha akar, de aztán tűnjön el! Ez az egy igazi forradalmi kislány. Gondolom a... Elégedet is levennéd, hogyha arra kérlek! De nem, inkább te! Te sokkal a gyönyörűbb vagy, ugye kislány? Na, ki akar sok pénzt keresni, lányok? Menj innen a francba, jó? Beteget nem ütök meg! De ha itt végeztél, otthon majd számolunk. Azt mondtad, egyedül jöttél fel faluról. Igen, egyedül jöttem. Bátyám már itt lakik évek óta, és fényképésznek tanul a technikumban. Nem tudom, hogy talált meg, ne haragudj. Nem lehetsz rá túl büszke. Jó fej, csak ilyen. És tényleg végig fényképezte az egész forradalmat. Vagyis tulajdonképpen bátor srác, csak ráférne, hogy valaki jól megpofozza. Igen, az
mindig is ráfért. Egyébként meg tudtam volna védeni magamat. Tudom. Nem is téged védtelek. Kár. Pedig azt hittem... Na jó, elegem van ebből a szalámi romantikából. Vagy? Valamelyik nevér feküdjön ide mellém is. Juhu! Vagyok. Érzed! Jut eszembe, a fenekébe kell adnom egy fájdalomcsillapító injekciót. És innia is kell. Hé, hey, pap! Ezek meg akarnak erőszakolni, segíts! Túl leszel rajta, csak egy szúrás az egész. Bizony. Na jó, a lányok, rendben, ti értek a fenekem. Na. Egyébként szívesen megnézném a faludat. Pesti vagyok, még sosem voltam falun. Ha ennek vége, eljövök érted és elviszlek magammal. És megy oda vonat is? Igen. Édesapámnak van két lovaskocsia, már én is hajtom. De hát azzal sosem érünk le oda. Azzal érünk oda csak igazán. És Pestre nem is lehet bejönni lovaskocsival. Ha egyszer eljövök érted, nem érdekel, hogy mit lehet, mit nem. És különben is apám is mindig azt mondja, hogy csak a lovaskocsiról lehet látni az egész világot. Csak arról lehet látni mindent. Mindent, ami fontos. Rendben, benne vagyok. Gyere, Eszter! Eszter! Mi történt? Csupa vérmény! Eszter, hogy jöttél vissza? A doktor? Hol van a doktor? Ott fekszik a mentőautóm. Találatot kaptatok? Pedig a sofőr is azt mondta, hogy a mentőautóban nem ülni. Pihenj le, hallod? Alig tudtam vissza, minden csupa puska porogás, meg füst, sírás, engem van ebből. Kilőtték a dokit, de akkor mi lesz velünk? Lássátok el Esztert! Én addig megkeresem az orvost, meg szerzek egy másikat, meg egy autót. Esztert azonnal kórházba kell szállítani. Siess, Katalin! Katalin! Aztán vigyázz magadra! Igen? Én veled megyek. Ne gyere, nem tudsz még járni, nyugodj meg, visszajövök. Visszajössz? Hát persze, hiszen megyünk a faludba a lovaskocsival, nem? Megyünk. Amint akkor... ennek vége, megyünk. Igen, akkor dolgunk van még. Szervusz István! Szervusz. Szervusz, Katalin. Pap, te, villamosok hőse, most imádkozz. Te tudsz, te aztán igazán tudsz. Imádkozom. Ezért a lányért, a doktorért, és ezért a hazáért. És szerinted elég lesz ez? Nem tudom. Úgy érzem, mintha aludna az Isten. Mintha végig aludta volna ezt az egész forradalmat. Ne szépíts engem, Június! Ne szépíts nyár! Szeplőtlen orcám! Ősz halálszag van itt. Forró volnék én, nem hideg. Mégis csak az ősznek kellek. Ne szépíts nyár! Kinek? Minek? Ne szépíts június! Ó, szebbek, kik a halálba mennek. Hány hadosztálya van a pápának? Kérdezte Sztálin. Midőn a pápa meghallott ezt a gőgös, balga kérdést, mosolyogva azt felelt. Az én seregem az égben van. Ez a sereg harcolt Budapest utcáin. Nem csak a katolikusok, hanem minden egyéb hitvallásúak mellett, és azoknak az oldalán is, akik nem próbálták az ima erejét, nem kóstolták édes ízét, mert szunnyadt bennük a hit. Ez szívük tisztaságával az angyalok szövetségesei voltak. Ifjak, férfiak, aggok, lányok és asszonyok, fegyvertelenül vagy gyatra fegyverekkel a kezükben, halál megvetéssel a szívükben, legyőzték Sztálin hadosztályait. Krisztus tudatos, vagy öntudatlan követőiként vállalták a legnagyobb áldozatot. Utódaikért, nemzetükért,
és minden nemzetért. Áldott légy, magyar nép, ki a zsarnok ellen megkínzott szívedet az utcára vitted. Áldott legyen fényes forradalmad nem. Vétkes, ki feledni képes életének lengedező lángját, végső lobbanását, lobogó hitünket, ki lábbal tiporta, s az idegen fegyvert ölésünkre hozta. Fektessük át! Gyere, segítsünk! Mutat ezt! Aztán mi lennünk? István! 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 Nincs fes! Ez megint mit keres? Csendben! Veszted végre el a lót! Öcskös! Öcskös, hova vagy? Már egyszer elküldtünk innen, ha felállok, olyat behúzok! István, merre vagy? Itt vagyok! Mit akarsz? Ezt neked kell adnom. Ez a tied. Ez egy tekercsfilm. Alaposan becsomagoltam, remélem, hogy nem kapott fényt. Mit csináljak vele? Fotóztam egy feldarult mentőautó mellett. És? Csak hivasd elő, előbb-utóbb kinyitnak majd a boltok. Miért? Mi van rajta? Valami, ami szerintem a tiéd. Micsoda? A lány. Ki itt volt? Ki itt volt veletek? Nem segíthettem rajta! Senki nem segíthetett már rajta! Senki! Jó, jött oda egy orvos civilben, de volt ott valaki, és azt mondta, hogy... Magyar Sztalin. Én azonnal oda megyek. Nem tudsz még ráállni, nem mehetsz sehova, majd ha jön a kocsi. De nekem ott kell lennem mellette! Aztán hívtam valakit, jött oda valaki, aki segített elvinni a járdáról, hogy ne ott feküdjön. Kiment, hogy segítsen rajtuk. Igen. Tedd el, vagy dobd el. Tégy, amit akarsz. Ő van rajta. Igen. Na de én most megyek, öcskös. Rengeteg dolgom van még. Nagyon sok dolgom van. Csak remélem nem sokáig már. Nem. Mert már vége. Vége ennek a forradalomnak. Igen. Igen, vége van. Otthon. Majd otthon találkozunk. Találkozunk. Ha találkozunk. Nem jön vissza. Pedig megígérte. Megörökített halál almárium szagában kallódik képe, valamelyik fiókban. Ő maga lapátolt földben. Időn túli sirány, lepréselt liliomszár félretéve. Van-e keresztje? Vagy már ki mostán? Isten tudja, hova tűnt, mint az én véres ingem. Magyar Katalint kiégették az őszből. Szabadon élni megint.
ballonkabátom én is elégetem. Ballonkabátok ősze. Minek gondolna magyar Katalin, aki a Terézvárosban a 16 éves vöröskeresztes lefényképezte akár a vadorzó, s a rossz fölvételt nekem adta. Hasonlított lányaimra. Első, lelőtt szerelme. Legyen csendes az álmuk, mert nem haltak hiába. Letarolt erdőfái úgy fekszenek vigyázba. Föltömte szájuk némán kiált időtlen esküt. Elvetett maga rögben a csontmeztelen testem. Feldúlt sírjaikon mécses október tűzvirága. A holtak jogán kérdez, választ már mit sem vág. Múltunkat elrabolták. A sivár jelen hallgat, ők élik túl. A holtak a győztes forradalmat. Szerelmem, Magyar Katalin. Nem felejtem el ezt a nevet. Olyan természetes és egyszerű, hogy elsőre fel sem fogtam. Milyen Katalin? Kérdeztem. Magyar. Magyar Katalin. Mondta, mosolygott, és a combomnál szorítókötést rakott a hajlatba. Szégyeltem is magam. Fiatal és szép lány, de nem tudtam megmozdulni. A repesz becsapódása után csak zsibbadást éreztem, majd fájdalmat, majd az sem. Csak néztem. Néztem ezt a fiatal és szép lányt, ahogy a legtermészetesebb módon teszi a dolgát. Évek, évtizedek múltak el azóta. Őrzöm azt a fényképet. Őrzöm, de megnézni sohasem volt egy. Amíg bennem él, nem akartam halottan látni őt. De a kép van. Egyszer majd megnézem. Ha úgy érzem, hogy közel élek hozzá. Addig nem. Addig él. Bennem él. A saját örök létemben.